A női kézilabda NB1-ben a Székesfehérvár látogat Győrbe a hétvégén. A hétközi Ferencváros elleni két gólos győzelem miatt nem elég nyerni az Audietónak, törekedni kell a minél nagyobb gólkülönbség elérésére. A Fradit kettővel sikerült legyőznünk, úgyhogy ez most azt jelenti, hogy az egész idényben elért gólkülönbségünk fog dönteni. Az egy kicsit hátrány lesz, hogy a kis sérüléssel bajlódó játékosoknak ilyenkor már kis pihenőt kéne adni a sok meccs után, de most nem lehet. Bízunk benne, hogy jól jövünk ki ebből a helyzetből. Az őszi fordulóban természetesen már találkozott egymással a két gárda, akkor a zöld-fehérek idegenben 20 gólban nyertek. Ekkora különbség most is jól jönne a bajnoki címért küzdő csapatnak. We need to play Saturday one important game, no time to rest, because we need now Szombaton egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Nincs időnk pihenni, mert most az a dolgunk, hogy pontokat szerezzünk, és minél eredményesebbek legyünk. Muszáj növelnünk a gólkülönbségünket, ezt most nehezíti, hogy fogynak a játékosaink, és néhányan csak most jöttek vissza a sérülésekből. Ami biztos, hogy harcolni fogunk a céljainkért, de ilyenkor már nehéz a legjobb formánkat mutatni. Az Audietó Albafehérvár összecsapást szombaton 18 órától játsszák Győrben, az Audi Arénában.